Atyaisten, jó estét! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Tóth László van. Az ember térben és időben behatárolt testében, de lelke az beletágul a teremtett mindenekbe, és a teremtett mindenek fölött is jelen való, a Teremtőnek a házában. Tóth László van. Egyszerű ember volt, és benne vele a szeretet valósult. A szeretet pedig az egyetlen érték a világban, hiszen a Teremtő vele formálta a mindeneket, és vele tartja föl a mindeneket, vele tart meg bennünket, embereket is. Az egyik hozzá közel álló kicsi gyerek, akkor, amikor testébe eltávozott tőlünk, már itt látta ülni a székbe. És amikor Márti megkérdezte, hogy milyen, azt mondta, hogy fényes. A gyerekek látnak. Minden kisgyerek 7 esztendős koráig Isten tenyerén él, és ők látnak. A kisgyerek tudja, hogy ő van. 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 Örökké létezni fog. Nem csak bennünk, a emlékezetünkben, hanem egyáltalán. Köszönet neki azért, amit tett. Köszönet és hála. És kötelességünk, hogy amit ő elkezdett, azt tovább vigyük. Folytatni kell. Folytatni kell, mert rabok lettünk saját hazánkban, rabszolgák. Szabadulni kell ebből a rabszolgaságból. Haza kell érkeznünk, otthon kell érezni magunkat. Ő mindent megtett ennek érdekében. De mindannyiunknak kötelessége, hogy mindent megtegyünk ennek érdekében. Mai témánk arról szól, ahol ő lelkével tartózkodik. Ez a fényes fönti ösvény, az éjszakai mennybolton, amit a 19. század második fele óta tejútnak nevezünk. Valahonnan nyugatról érkezett ez a szó, tükörfordítással nyelvünkbe. Nekem ezzel a szóval, hogy tejút, semmi különös gondom nincsen, de azzal igen, hogy legalább 300 nevét elfelejtettük ennek a fönti fényes ösvénynek. És mind a 300 név ősi vallásosunkba, Istenhez való viszonyunkba vezethetne vissza bennünket. Ennek a fönti fényes ösvénynek egyebek között Isten varázsdája a neve, Jézus útja, Hadak útja, Szent László útja, Szent Péter szekere útja, Tündérek útja, Szent Erzsébet útja, és a lelkek útja. Szeged környéken a velemkorú öregek még ma is azt tartják, hogy a lélek ezen az úton érkezik, a Teremtő Istennek házából, műhelyéből. És amikor az ember élete véget ér itt a földi tereken, amikor a lélek a testben már megpróbáltatott, akkor ugyanezen az úton távozik vissza Teremtő Urához. Tóth László Laca ott van, ezen az úton, a lölkök útja. Ez a fönti fényes ösvény összeköt 4 csillagképet. A bika, az ikrek csillagképét köti össze a skorpió, illetve nyilas csillagképpel. Ezeknek a csillagképeknek üzenete, ez benne van az esztendőkörös változás rend ezen szakaszaiban. A bika, az ikrek, a skorpió, illetve a nyilas Isten adta szakaszában. A mai estén azokról a szentekről beszélek, akik itt vannak ennek a fényes ösvénynek ezen a felén. Novemberben van a névünnepük. Az élő állatövi jegyrendszerbe
a nyilas időszakon, 6 héttel kezdődik karácsony előtt. Szent Márton november 11-i ünnepe már őre utal a nyilas jegyére. Pedig még a Skorpió havába vagyunk, ahol az egyetlen élő Istennek a marsi, gyilkolódó ereje érvényes. Itt most hangsúlyval kell mondanom azt, hogy mi mindig egyetlen Istent imádtunk. Mindig egyetlen. Mi az egyetlen Istennek téridőbe valósuló különböző tulajdonságából nem formáltunk különböző istenségeket, nem formáltunk kőisteneket. Az egyetlen Istennek különböző tulajdonsága van, mint ahogy említettem, a térben és az időben. Ebben az időszakban még a gyilkolódó tulajdonsága meghatározó, megpróbál bennünket, keményen megpróbál bennünket a fénytelenséggel, a kegyetlen, kemény lelkünkre ülő köddel és sötétséggel. Szent Márton ünnepén kezdődött régen az advent. November 11-én 6 hetes készület előzte meg karácsonyt, a fénynek a születését. Csak úgy, mint húsvétot, a föltámadásnak a hatalmas ünnepét. Szent Márton itt született, a Kárpát hazában, a 4. században, a mai Szombathely területén, Szent Márton falván. Szent Márton falvát bekebelezte Szombathely. Még mindig számon tartják, és tiszteletbe tartják, és rendbe tartják azt a kutat, amelynek vizével Márton, aki itt ujjon szólt, római katona is itt ujjon szólt, megkeresztelte az ő édesanyját. Szent Márton a nyugati legendájában, minden nyugati legendában, de főleg a frank legendákban, magyar, illetve hun királyi sarj. A múlt század 20-as éveiben Király Ilona írt egy könyvet, amelynek az a címe, hogy Szent Márton a magyar király. Ha alkalom adódik rá, és itt folytatódik az, ami elkezdődött, akkor én szívesen szólok majd a négy magyar szent királyról. Mert király Szent Márton. Ugyan nem koronázták meg, ugyan trónra nem ült, de szerepe királyi szerep. És István, Imre, László, a négy magyar szent király. Erről egy külön estén, vagy akár több estén is nagyon szívesen szólok, mert erről alig tudnak valamit a magyarok, pedig fontos lenne számunkra. Ha valaki Frankomba, Franciaországba járt, Tours városába, ahol a középkori katedrálist Márton alapította, akkor ebben a katedrálisban, az oltár mellett ott talál egy hatalmas magyar zászlót. Pedig a franciák nem szeretnek bennünket, ezzel nem szabad őket megrágalmazni. A magyar zászló közepén ott van a nagy címerünk, amelyet két angyal őriz. A franciák a mai napig azt tartják, úgy tudják, hogy Szent Márton magyar, illetve hun. Tehát ha azt mondom, hogy hun, akkor azt mondom, hogy magyar. Ha azt mondom, hogy szkíta, akkor azt mondom, hogy magyar. Mi nem tartjuk számon. A templomokban alig esik szó róla, iskolákban sem beszélnek Mártonról, aztán otthon se beszélünk Mártonról. Pedig kellene beszélni róla, hiszen ő ott van ennek a fényes fönti ösvénynek ezen szakaszán, és az egyik legendája pontosan elmondja azt, hogy mi történik ilyenkor a Teremtő egyetlen élő Isten akaratából körülöttünk és bennünk. Franciaországba esett meg vele, akkor ő római katona volt, mint említettem, és hitújonc. Télidőn kilovagolt a várból, és a várkapa előtt látott egy félmeztelen koldust. Mint hitújonc, mint a szeretetnek a lovagja, megszánt ezt a koldust, levetette köpenyét, előrántotta a kardját, és a köpeny határozottan ketté vágta. A köpenynek egyik felét ráterítette a
Fázódi Dergő kódusa. Éjszaka álmot látott. Éjszaka álmában a köpeny nem a kódusom volt, hanem az ezer sebből vérző, meggyalázott, megalázott, közénk született Istenen, Jézusa. Nos, ez a legenda pontosan, tisztán, egyértelműen írja le számunkra, hogy itt a skorpió jegyének a közepe vége felé már a skorpió ereje botlik. Már fölfüggesztődik. Hiszen amikor Márton előrántja a kardját, a marsi tulajdonság jellemzője, amikor ketté vágja vele köpeny, határozottan ugyancsak a marsi tulajdonság jellemzője, akkor ő még ebben a jegyhónapban van, ennek a jegyhónapnak az erejét közvetíti számunkra képi nyelve. De amikor a félköpenyét ráteríti a Didergő kódusa, akkor már a következő jegy tulajdonság érvényesül ebben a mozzanatában az egyetlen Istennek jupiteri jó tulajdonsága. A nyilas jegyébe a jupiterésük van jelen, a nyilas jegyébe árad ki ránk a lehető legteljesebben a teremtő egyetlen élő Istennek a kegyelme, az ő kegyelmi ajándéka. Aztán Erzsébet. Sokára Erzsébetet ünnepelünk november 19-én. Erzsébetről mindenki tudja, a türingiai Erzsébetről, hogy az ő édesapja második András volt, édesanyja pedig Gertrudis, és Sárospatokon született. Azt is nyilván mindenki tudja Erzsébetről, hogy 4 éves korában elkerült a hazából, messze innen, Némethonba, Türingiába. Ott a türingiai őrgrófnak egyik fia jegyezte el őt. Ez a fiú meghalt. Ennek a fiúnak az öccse vette feleségül, akit Lajosnak hívtak. 14 esztendős korában megy férjhez, Erzsébet Lajoshoz, 21 esztendős korában elveszíti a férjét, 28 esztendős korában a Teremtő Isten visszahívja Erzsébetnek a lelkét a ő házába, hazájába. Keveset élt, de nem az élet hosszúsága vagy rövidsége határozza meg a élet tartalmát, hanem a cselekvés. Hiszen a közénk született Isten mondta, hogy a gyümölcs a fontos. A gyümölcsről ismerszik meg az ember. Az ő gyümölcse szeretet volt. Erzsébetől tudnunk kell azt, hogy ő a ferences harmadrendnek a tagja volt, és mint ilyen egész életét, amíg élt, alamizsnásodással töltötte el. Ha valaki személyében el tudja mondani, mesélni nekünk, hogy milyen a kegyelem Istenének hatalmas ajándéka ebben időszakban, akkor ez Erzsébet. Erzsébet a testesült, lelkesült alamizsna volt. Ezért őt nem szerette se az apus, se az anyus. Ugyanis mind a ketten úgy gondolták, hogy ez a Magyarországról Türingiába került királylány tékozló. Nem értették az ő alamisnáskodását. Elpecsérli, eltékozolja a türingi grófnak minden vagyonát. Az egyik legendájában azt találjuk, hogy Lajos, az ő ura, kint vadászik, télidő van. És beáll itt az udvarra, az őrgróf várkastélyának udvarára egy 100 sebből vérző poklos koldus. Erzsébet megszánja őt, és befekteti az urának ágyába. Sokan úgy gondolják, hogy ez gyalázat. Valóban gyalázott. Tehát miért éppen ura ágyába fektette be, hiszen nyilvánvaló, hogy a várkastélyban volt cselédszoba, miért nem oda vitte, amikor megszánt ezt a koldust. De tudnunk kell a legenda beszédnek a képi tartalmát. Ebben az időszakban
az ember megpróbáltatik, alaposan megpróbáltatik, és Erzsébet pontosan tudta azt, hogy ha ura ágyába fekteti be a vérző, sok sebből vérző kuldust, akkor ő ezért megkapja magáét. Alaposan megleckésztetik érte. Meg kell, hogy próbáltasson. Amikor ura hazaért a vadászatról, após és anyós egymás szavába vágva vádolták Erzsébetet, és azt mondták Lajosnak, itt az ideje, fiam, hogy leszámolj ezzel a bestiával. Lajos, mint helyébe minden más férfi ember, indulatba jött, hatalmas indulatában kirántja a kardot, már megint a kard. Berúgja az ajtót, azzal a szándékkal ront be a szobájába, hogy megöli a kódust, és utána végez a feleségével is. Amikor fölrántja a takarót a kódusról, ott nem a kódust találja, hanem a sok sebből vérző, megalázott, közénk született Istent, Jézust. Már megint Jézus. Kiesik a kard a kezébe. Oda borul párja elé, átfogja a térdét, és azt mondja neki, hogy mától minden úgy történik, ahogyan te akarod. Igen, itt már vége egy gyilkolódásnak. Itt már tovább ereje nincs a marsinak. Egyértelmű a közlés. Világos, tiszta, visszavonhatatlan. Még Márton után visszacsap az ereje, a kardos skorpiónak, de Erzsébet után már a kegyelemisten, Jupiteri tulajdonsága a meghatározó. Erzsébet másik legendája közismert. Ez a rózsa legenda. A rózsa legenda is ott kint esett meg vele Tüningiába. Télidő van. Tudja Erzsébet, hogy kint a várkastély kapuja előtt koldusok várakoznak, fagyoskodó, éhes koldusok. Ezért ő a kötényébe kenyeret visz a számukra. Az udvar közepén föltartóztatja apósa, és megkérdezi tőle, hogy Erzsébet, mit viszel a kötődbe? Erzsébet azt mondja, hogy rózsa. Após nem akarja elhinni, hogy rózsa van a kötényme, ezért kérje, hogy mutasson meg. Erzsébet megmutatja, és abban valóban rózsa van. Az egyik fő teológus, hadd ne nevesítsem, mert sok ilyen teológus van, katolikus, azt tartja, hogy ezek a legendák, ezek bugyuta beszédek. Ezekre a bugyuta beszédekre a középkorban volt szükség, akkor, amikor még az emberek bugyuták voltak. Erről a legendáról pedig azt tartja, hogy ez nem csak bugyuta, hanem káros ez a legenda, mert ebben a legendában a Teremtő egyetlen élő Isten hazugságba hagyja az ő leányát, Erzsébetet. Hiszen kenyeret vitt, és azt mondta, hogy rózsa van a kötényében, és amikor kinyitotta a kötényét, valóban abban rózsa. Nos, ezeknek a teológusoknak, a papok többségének, meg a tanárok, tanítók többségének, meg hát sajnos a lakosság az üllesztett nemzet többségének, a tudatából már sikerült teljesen kimosni mindazt, ami eredendő, ami tőle a Teremtőtől való, ami képi, és ami igazolja azt, hogy Erzsébet nem hazudott, csupán csodálatos átváltozás történt. Ahhoz, hogy ezt a csodálatos átváltozást egy csöppet érzékeltetni tudjam, ahhoz szólnom kell arról, hogy a kenyér és a rózsa is, ami ősi hitünkben a közénk született Isten Jézus megidézője. A kenyeret valamikor mi búzából sütöttük. Mi a búza népe vagyunk, magyarok, a búza népe.
A búza minden idővillanásba odafigyel a napra, földi környezetünk teremtő nagy hatalmára, amely önmagán túlmutatva a közénk született Istent, Jézust idézi meg. Valamikor egészen Moldvától a Lajtáig, aztán a Felső-Kárpátoktól Vaskapuig a magyarok köszöntötték reggel a napot. A napköszönti imádságukban ilyenféle szöveget hallhatunk. Ez a szöveg, ez az ima szöveg, ez a gyimesi csángó magyaroknál maradt meg. Ezelőtt egy emberöltővel a patakok mellett még minden reggel így köszöntették a napot. Köszöntelek téged Isten szent igéje, Isten szent rendelése, Isten szent eredménye, fényös világ, áldott napunk, ki ez mái napot megvilágosított. Adjál nekem okos eszességet, és minden jóra menendőséget. Ebből az imádságból egyértelmű számunkra, hogy a nap teremtné. Isten szent igéje, Isten szent rendelése, Isten szent eredménye. De ez a teremtné, ez a fényes fönti, megidézi a közénk született. Jézust. A tápai öregek, a velemkorúak mi a mai napig úgy köszöntik egymást, hogy mit látol a fényös napon? Szól az egyik a másikhoz. Miért a másik úgy válaszol, hogy ahogy jön a fényös Jézus. Na, adjon Isten neked is jó napot! Minden reggel, ha szembesülünk a nappal, a bennünk lévő Jézus válik nyilvánvalóvá, hiszen ő egyszerre kint és fönt van, és egyszerre lent és bennünk lakik. A tápai öregek azt tartják, hogy Jézus a napban lakik, és onnan irányítja a világot. Nem a nap ő, csupán a napban lakik. Csupán a nap megidézi őt. Nos, a búza az magába rejti a napot. Egy gyerekmondóka tartotta meg számunkra azt, hogy mag, mag, buza, mag, benne aluszik a nap. Benne aluszik. Én régen voltam gyerek. Nekünk még valóságos életünk volt. A mai gyerekek többsége nem tudja, mi az, hogy valóság. Nincs élete. Nincs élet. Nekünk még volt életünk. Nekünk még öregapó, amikor már iskoláskorúak voltunk, megmutatta, hogy a búza szemen ott van Jézus képe. Ott van. Ott van. Melyik unokának, melyik gyerekünknek mutatjuk meg, hogy a búzán ott van Jézus képe. Ott van. 90-es évek végén egy esztendőn keresztül vendége voltam a kolozsvári református teológiának. A kolozsvári református teológián a gyermekrajzokról beszéltem. Kimeríthetetlen üzenetet kapunk a gyerekrajzokkal a Teremtő Istentől. Igen, a Teremtő Istentől. Két hetente volt egy-egy előadásom, és az előadásokon nem csak a teológusok vettek részt, hanem jöttek a tiszteletes urak és a tiszteletes asszonyok Erdély különböző részéből. Egyik alkalommal, amikor ment hazafele Dezső Tibor Attila, azóta jó barátom, indulatos ember révén majdnem háromszor belehajtott autójával az árokba. A következő miatt. Ez a pestügyűt ember. Annyi jót mondott a gyerekrajzokról. De én azt a katolikus babonát nem hiszem el.
hogy minden búzaszeme rajt van, ami Urunk Jézus útnak a képe. Mikor idáig jutott, akkor fékezni kellett, mert az autó is indulatba jött. Alig várta, hogy vasárnap legyen, alig várta, hogy vége legyen az Isten tiszteletnek, és Isten tisztelet után kiment a székely atyafiakkal a templom kőkerítésén kívül szivarozni, ott a cigarettázás szivarozásnak nevezik. Aztán megkérdezte a székely atyafiaktól, hogy magik hallották-e azt a bobonát, hogy minden búza szemben rajt van, ami Urunk Jézusunknak a kép. A székely atyafiak tekerték a fejüket, de rettetesen. Mi bizony tiszteletes úr, azt nem hallottuk. Dezső Tibor Attilának megkönnyebbült a szíve, megmelegedett a lelke, tájó. Lám az ő becsületes, református székely népe nem hiszi ezt a katolikus bobonát. De fél percig nem örülhetett, mert az ő becsületes székely református népe kórusba mondta: tiszteletes úr, mi azt nem hallottuk, mi azt látjuk. Ez a hit. Ez. Isten azért teremtette az öt érzékszervünket, hogy mind az öttel őt tapasztaljuk. Dezső Tibor Attila utána nézett, hogy az ő becsületes református székely népe a Csiklóton, a keleti Kárpátokban még mi mindent lát, amit vele elfelejtettek közölni a teológián. Mert ilyen feledékenyek a teológusok, nem csak a reformátusok, a katolikusok is, meg az evangélikusok is, meg mindegy. Kiderült, hogy a Csiklódon a reformátusok mindazt látják, hiszik, amit a csiki katolikus székelyek, mert él nemzet a haza. Akit ugyan látszólag be lehet sorakoztatni valamelyik klubba, mondjuk a katolikus klubba, vagy a református klubba, vagy az evangélikus klubba, vagy az unitárius klubba, de Isten egyik klubot se alakította. Isten klubon kívüli. Mindenek fölött való. És mindenben, mindenkor jelenlevő. Ez a mi ősi hitünk. Szkíta tövő. Ez tartott meg bennünket, és ez tarthat meg a jövőben. Hát akkor, amikor a régiségben anya vagy öreganya, édesanyja vagy öreganya kenyeret dagasztott, az ünnep volt. Emlékszem, Pankaszi öreganyámra, ilyen alacsony volt és nagyon sovány. 9 gyereket szült a világra, és egészséggel fölnevelte őket. Hatalmas nagy teknőbe dagasztotta a kenyértésztát, mert sokan voltunk a nagy családban. És miközben tette a dolgát, a verítéke bele csorgott a tésztába. De akkor azt tartottuk mi, hogy annál ízesebb a kenyér, minél több verítéke belecsorog a dagasztó asszonynak. Emlékszem rá, itt van előttem. Nem is tudom, nem is akarom soha elfelejteni. Nehéz volt az a munka, de nem morgott, mint a bolhás kutya. Hogy ezt a munkát miért neki kell végezni. Emlékszem rá, hogy ragyogott a szeme. Hiszen életet, ételt készített. A dolga ez. Minden asszonynak ma is. Nem az, hogy elmegy a plázába és félig rágott étel, azonnal haza, aztán beteszi a mikrosütőbe. Iszonyat! Ott lábatlankodtunk,
mert öröm volt nézni, amely ügyesen tette a dolgát. Aztán, amikor úgy gondolta, hogy most már elege van belőlünk, akkor belenyúlt a lisztbe, és a homlokunkra rajzolt a liszttel keresztet. Ez az egyenlőszárú kereszt, az ige. Ezzel teremtette Isten a világot, ez a szeretet jele, jelvénye. Eltakarodtunk. De alig vártuk, hogy hajnalba. Hombazódjuk az ég alja, mert tudtuk, hogy öreganyánk akkor szedi ki a kemencéből a megsült kenyereket, amelyeket az éjszaka mélyen hordott ki, amikor meghasad az ég alja, amikor Mária kapujába, a Vénusz csillag alatt megjelenik a nap, a Jézust hozó nap. Akkor került ki az első kenyér a templomból, mert a kemencéknek, a kinti kenyérsütő kemencéknek templom formája volt. Akkor került ki a kemence Mária kapujából az első kenyér. A kemence mellett ott volt egy asztal, az asztalon ott egy tál víz, a tál víz mellett ott volt egy pemet, a mártonnapi áldozati lúdnak a tollából készült pemet, azzal lemosta a tetejét a kenyérnek, öreganyánk. Piros lett, mint ahogy a fölkelő nap ott a másik kapuba. Szertartás volt, nem meló, szertartás. Istennek bemutatott szertartás. A mindenség templomába, meg otthon, amikor még életünk volt. Aztán mondta, már eszétek a szemetek, mert az a pirosítni, ez Jézus pirosa, és szaguljatok bele a levegőbe. Jézus szagolsz, falun akkor még ezt a szót, hogy illat nem ismerték, nyelvújítás is szó. Láttuk a pirosat, éreztük Jézus szagát. A kenyér szagánál jobbat nem tudok elképzelni. Soha nem lehet megunni. Soha. Aztán minden alkalommal a teknő oldaláról lekaparta a maradék tésztát, abból cipót készített. Alig vártuk, hogy ezt a cipót föltörje. Mert nem vágta, törte. Huppant egyet. Hallottátok? Ő szólt hozzátok. Aztán, amikor a kezünkbe vettük, a kicsi meleg cipófalatot, ami gőzölködött, aminek lelke volt, akkor tapintottuk. És a szátokba kerül, őt ízlelitek, őt. De jó Isten nem fölöslegesen adta az öt érzékszervünket. Mind az öttel őt tapasztalhatjuk. És ha hiányzik ez az életünkből, akkor csonka az élet. Mert erre vagyunk hitelesítve. Erre. Kivétel nélkül mindenki. Függetlenül attól, hogy hogy él a földi világunk, és hol él a földi világ. Ha leesett egy falat kenyér véletlen, az föl kellett tennünk, és meg kellett csókolnunk, mert abban Jézus lakott, Jézus lakik. Nem az adalékkal készült plásza kenyérbe. Régen neveltek bennünket. Régen nem a számítógép,
és a televízió idomította az embereket. Régen neveltek bennünket. A nevelés nem puszta szólam volt, a nevelés ilyen természetű volt. De a rózsa is őt idézi meg, Jézust. Március 21-e, esztendőkörös változásrendben, a tavaszi napi egyenlőséget hozza. Ekkor lép diadal útjára nap. Jelzi a föltámadást, a teremtett élő mindenek újulását, a lelked újulását, ember, és előre jelzi már a csodát, ami pünköskor következik be. A Szentlélek kiáradását. A Kárpát-hazában a magyarok ezen a napon a következő imádságot mondták. Kertje, kertje, paradicsom kertje. Paradicsom kertje négy szögében négy őrző angyal. Közepébe szent oltár. Szent oltárba Benedek. Benedekbe mennyei szép rózsa. Krisztus Urunk a világ megváltója. Még az áldozatban vagyunk, amelyből újra támad az élet, még távol van pükköst, amikor a Szentlélek ereje éppen a jézusi áldozatból árad kiránk hatalmasan, de már előleget kapunk. A rózsa Jézus jelölője. Fehér rózsa Mária. Veres rózsa Jézus Krisztus. A veres rózsa színe az ő érettünk hozott áldozatára utal. Ebből támad az erő. A győzhetetlen erő a Szentlélek ereje. Akkor nyílik a rózsa pünkös környéke. Valamikor kétfajta rózsa volt csak. Egyik Máriáé, a fehér rózsa, a másik pedig a veres rózsa. Azóta sokféle színbe pompázik a rózsa, mert nem esítettük. Már fekete rózsa is van. Pünköst. A piros rózsa. A piros rózsa. A Szentlélek ereje. A jézusi áldozatból támad hatalmas erő jelölője. Nos, Erzsébet az ő neve napján, minden esztendőben, ebben az esztendőben is lenni fogja, átlovagol az ő tártos lován. Ennek a fényes, fönti ösvénynek a másik felére. Mert ott van pünköst. Igen, ott van pünköst. Ott, ott. Az idő az nem olyan, ahogy mi azt gondoljuk, hogy egymást követik a percek, az órák, a napok, a hetek, a hónapok, az időben benne van a szemközt is. A szemközt is. Az időben benne van, ami elmúlt. Időben benne van, ami lesz. Ha élete van az embernek. Erzsébet minden esztendőben révül, mert van. Mert itt van velünk. Mert ez az ő útja is. Szent Erzsébet út. Amikor Budapesten, az 5-ös órán tudományegyetem gyakorló iskolájában a 8-9 esztendős gyerekeknek meséltem ezt a Szent Erzsébet legendát, amikor szóltam arról, hogy Szent Erzsébet az ő fehér, szőlő, fényes, tartos lovával ott szágult fönt, Nia Tejuton, ezen a fényes fönti ösvényen, akkor egy egyik kisfiú kiáltott, hogy Jóska bácsi, csillagporos utána az út. Csillagporos.
A gyerekek még látnak. Amíg teljesen el nem vakítja őket, az az iszonyat, amiben részük van. Onnan hozza nekünk a rózsaparasat. A magyar népmesék páratlanok, A világon párja nincs a magyar népmesének. Utána lehet, utána kell járni. Gyerekeink ezt nem hallják. Miért hallanák? Miért kéne, hogy büszke légy arra, hogy magyarnak születtél? Miért kéne? Ha utolsó senki vagy. Pedig hát a tőlünk nyugatra, meg északra élő népeknek körülbelül olyan 50 meséjük maradt. A Hoffmann mesék, meg a Grimm mesék, aztán kész. Nekem otthon megvan a székely népmesék 5 kötete. Ennyi helyet foglal el a polcon. Csak a székely népmesék. A népmese, mint a legenda, képi beszéd. A népmese, mint a legenda, nem szabadna hiányozni az életünkből, és nem csak a gyereknek szól, hiszen ezekben a sötét napokban nem csak a gyerek hallgatta a mesét, ami otthon hangzott el, az egyetlen tűz körül, hanem mindenki. A mese mindenkinek szól. A mese tisztán, egyértelműen, cáfolhatatlanul közli velünk, hogy Isten milyen világot teremt. Nem úgy, mint a fizika, vagy bármelyik ember által kitalált okoskodás, mert azt időnként meg kell újítani, és egyre szaporábban. A népmese tartalmát nem kell megújítani, mert Istentől való. Evangélium, örömhír, ami jó szövetség. És a népmese beavatási nese. Az ember zarándokutat kezd itt a földi tereken, a testben megpróbáltatik a lélek, már az anyamébe. Ez az zarándokút tele van akadállyal, tel is tele van. Az egyetlen élő teremtő Isten hatalmasan próbára tesz mindannyiunkat, kivétel nélkül. Mert nem személyválogatás. Ezeket az akadályokat, ami keletkeznek ezen az harándok úton, ezeket az akadályokat mondja el képi nyelven a magyar népmese, és azt is, hogy ki és hogyan, mikor és miért segít, ha oda figyelsz rá. Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólította, ha fölismered, mert föl kell ismerned. Egyik népmesében a király 3 fia el kell, hogy induljon, hogy megpróbáltassék. Lóval kell, hogy elinduljanak. Harmadik fiú akkor megy az istállóba, mert nincs ló. A két bátyja már onnan elkötötte lovakat. Búsú lógó fejelme az udvaron, amikor a szemétdombról reászól egy gebe. Egy olyan gebe, amelynek a bőre már rászáradt a csontjára. Ne búsulj, király, fi, hozzál egy marok porosot. Csak a mai ember csodálkozik, hogy a ló parasat kér. De ez a ló a lelkedbe lakik. Ezt Nimród atyán kapta a teremtőtől. Örök magyari karizmaként a lelkünkben van. Parasatként. Király hozta a parasat, kifényesedett a lónak a szőre, és a gondolatnál sebesebben repítette.
a Királyfit. Azaz a Királyfi révült. A tátos ló a révület lehetőség. Ezt most már le kell fordítani. A mesék nem sztorik, nem szappan operák, nem ócska kitalálások, semmire valók, Istentől valók és evangélium mindegy. Erzsébet ezt teszi. Hozza a rózsaporosat. Pünkösd rózsaporosát. Csillag porzik utána azon a fönti ösvényen. Mert lelkünk ilyenkor szemét dob. Az élő fény hiányába szórtak, szemetesek vagyunk. Ilyenkor az ember, velem legutóbb ma történt meg, okorva akaratlanul és szinte ok nélkül meg tudja bántani a párját. Mert szemetesek vagyunk. Mert hiányzik az élő fény. És az a ló, amely Nimródtól kezdve, valahányunk lelke birtoka, az a ló Gebesoványjá válik. Az a lóság, az a jóság. Gebesovány. Kell Erzsébet rózsaporosa, hogy kifényesedjen a szőr. Hogy a gondolatnál sebesebben repítessen bennünket. Hogy révüljön. Erzsébetről osztortják azok a jó szándékú magyarok, főleg városlakó magyarok ezek, akik két téglával döngetik a mellüket, hogy ők mekkorán magyarok. Hogy idegen név. Erzsébet nem idegen név. Elizabeth a nyugati indoeurópai nyelveknek az ég egy világon semmi többet nem mond, mint ezt a hangsort, hogy Elizabeth. Erzsébet nem ilyen. Ide haza jönnek a nevek. Haza. Nem mindegyik talál haza. Mert Mercedes nem talált haza. Izidóra se, meg Kitty se, de Elizabeth hazatalált. Hiszen ő a rózsa. Bent van a nevében. Erzsé. És a székelyek az Erzsébetet egyebek között Perzsének becézik. P-Erzsé. A neve. A rózsa. A neve. A rózsaparás. Akkor, amikor még számos gyerek született egy családban, akkor nem volt olyan család, ahol ne lett volna Erzsébet nevű. Különösen örültek annak, hogy valamelyik kislány az Erzsébet napon látta meg ezt a világot, vagy Erzsébet napja előtt. Ezt mondták, hozta magával a nevét. Hozta magával az esztendőkörös változásrendben minden Erzsébet napon jelenlévő jóságot. Rózsaparasot. Olyan jó volt szólni, amikor az ember szemetes volt, mert máskor is szemetes lehet, hogy Erzsó, Zsóka, Böske, Pörzse, megidéződött. Mindaz, amit elmondta a rózsa legendában. Aztán Erzsébet sokat imádkozott. Egyik alkalommal, amikor imádkozik, amikor beszélget Istennel, mert az imádkozás az beszélgetés Istennel.
Imádkozás az lehet egy szó, amikor az ember nagyon-nagyon sötétbe érzi magát, ahogy hallottuk az adiversbe, amikor elhagytuk, amikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Ahhoz, hogy csöndesen és váratlanul átöleljen az Isten, az elég, ha nagy szorultságod van. Amikor a lelked roskadozva viszed, csak annyit mondasz, hogy Istenem. Csak ez a szó. Vagy az a másik, hogy Jézusom. Szakad ki belőled. Adj el a szádat. És érzed, hogy ő benned van. Ő mindig veled van. Mindig. Az egyetlen valóság. Az ura Lajos kopog, amikor Erzsébet Istennel beszélget, imádkozik. Szól az ő párjának, hogy az egyik szolga vándorútra készül. Itáliába akar vándorolni, de addig egy lépést nem akar tenni, amíg az ő asszonya, szeretett asszonya rá nem adja az áldást. Régen, ha átmentünk a szomszéd faluba, akkor a nagy család feje áldással bocsátott el bennünket. Akkor is, ha a patakon át kellett menni. Mert a patakon odébb már más a világ. Tiszán innen Dunántúl más a világ. Erzsébet szólt Lajosnak, hogy lám, én most a jó Istennel beszélgetek. Ez nekem mindennél fontos. Kigyelmet. Adja az áldást a kódus. A szolgára. Lajos, ő másodszor is kopogtat. Ugyanazzal a kéréssel érkezik. Erzsébet ugyanazzal utasítja el. De szolga makacs. Úgyhogy Lajos harmadszor is kell, hogy kopogjon. És amikor harmadszor kopog Lajos, és szól, hogy a szolga egy lépés nem tesz, addig, amíg rá nem adod az áldást, akkor megnyílik a fönt. Két angyal száll alá, fényes, fehér köpönyeget hoz, csillagos köpönyeget. És ráteretti Erzsébetre. Ez az út, Szent Erzsébet útja. Ez az a fényes, csillagos köpenyek, ami nagyobbik otthonunk. Erzsébet tudja, hogy most neki mennie kell. Lemegy az udvarra, és áldással bocsátja útnak a szolgát. Erzsébet ebben az esztendőben is ott lesz, mond. Ott lesz mellettünk, akik szolgaként el kell, hogy induljunk a zarándok útra. Nem csak térben lehet zarándokolni, az időben is lehet zarándokolni. Zarándok út Betlehembe kell, hogy vezessen bennünket. Az időbeli Betlehembe, azaz karácsony. Kell az ő áldás. Kell az ő rózsaparasa, és kell az ő áldása. Mert nagyon sötét van. Ragacsos, büdös sötétség. Mert hosszú ez az út, az időbeli Betlehemig. Mert a sátán kutyái már most hiszelek. És nagyon tudnak hizelegni. Nagyon. Bronz vasárnap. Ezüst vasárnap. Arany vasárnap. Vásárolj.
Vásárolj! Vásárolj! Ugye látod, hogy a párod nem egészen úgy néz rád, ahogy te szeretnéd, a gyereket se, az öreg szülők se. Vásárolj! Vedd meg az ő jó indulata, ami képtelenség. Egyetlen egy dolog van a világon, amit soha, semmikor senki nem tudott megvásárolni. Ez pedig a szeretet. Nagyon nehéz ez a út, ez a zarándok út Betlehemig. Kell Erzsébet, az ő tényes, csillogos köpenyével. Kell a testesült, lelkesült olamisnak. Kell Isten kegyelme. Aztán Erzsébet megtalálható ennek a fényes ösvénynek a másik felén is, hiszen Pünkös környékén voltak valamikor, néhány helyen még mindig vannak, a Cseki medencébe, vagy Módbai Csángó magyaroknál, a párvarázsló játékok. A lányok tették ezt a játékot, és Erzsébetet kérték, hogy segítsen nekik ennek a fényes ösvénynek a másik felé. Aztán Katalin. November 25-én. Alexandriai Szent Katalin. Ő segít nekünk. Azért rendeltettek, hogy segítsenek, és vannak. És örökké lenni fognak. Akkor is, amikor már nem lesz bank és nem lesz plásza. Akkor is segíteni fognak. Amikor már nem tud hizelegni a sátán kutyája. Katalin gazdag, pogány szülők gyereke, ókeresztény vértanú, kerékbe törték. Az ő szülei a kövesült istenekhez imádkoznak. Kérik az ő segítségét, egyikét, másikét, harmadikét, mert hogy az asszony mélye nem fogadott magot. Egyik se tud segíteni. Ők a pogányok. A földközi tengeri népek kivétel nélkül mind pogányok voltak. Mind. Az ókorban, mind. Az egyetlen Isten térben és időben valósuló különböző tulajdonságából különböző istenségeket formáltak, szobrintottak. Ez a pogányság. Szétszedve a téridőt. Aztán ez a két létező, ember és az asszony, hol arról, hogy Isten emberként közénk született, és hozzáfohászkodnak Jézushoz. Áldás követi a fohászkodást. Katalin valósul magzatként a pogány anya méhébe, és a világ legszebb leánya születik ebből a kegyelmi ajándékból. Amikor mind a két szülő halálára készül, valamikor, amikor még az ember együtt élte le az életét a másik nemivel, akkor az történt, hogyha elment az ember, akkor egy-két nap múlva utána ment az asszony, vagy legfeljebb egy hónap múlva. Annyira összenőttek. Amikor halálát érzi mind a kettő, amikor bennük van a halálnyél, amikor megkapták a behívót, akkor szólnak Katalinnak, aki gyönyörűséges lányát cseperedett, eladósorú lányát cseperedett, hogy indulna útnak, keresné meg azt az Istent, akinek az életét köszönhet. Katalin szülei halála után szétosztja a vagyont, alamisnáskodik.
ennek a hónapnak a tartalma. Aztán gyalog elindul zarándokútra, keresni Jézust. Mi is ezen a zarándokúton vagyunk, keressük Jézust. Kell, hogy keressük, kell, hogy jussunk Betlehembe. Egyik folyóparton találkozik egy remetével, aki kunyhóba lakik. A remetének mondja, mi járatba van, és kérdezi, hogy hogyan találja meg azt, akit keres. A remete mondja neki, hogy lányom jótól kérdezett, hiszen én az ő szolgája vagyok. Böjtölnöd kell és imádkoznod. Régen 11-től Márta napjától böjt volt. És imádkoztunk. Egyik éjszaka, hosszú bőt és sok imádság után, Katalin álmot lát. Álmában fönt van ezen a fényes fönti ösvényen. Már megint ez a fényes fönti ösvény. Ott, ahol nyíladoznak, és soha nem hervadoznak a virágok. Hogy ott fönt járkál, ebben a csodában egyszer csak vele szembe jön egy asszony, és az asszony a karján tart egy kicsi fiú gyereket. Amikor Katalin közel ér asszonyhoz és a kicsi gyerekhez, akkor hallja, hogy az asszony szól a karján ülőnek, hogy gyerekem, itt van a gyűrű, jegyezz el magadnak, mert gyönyörűséges az a lány. A kisfiú elfordul. Anyám, te nem látod, de én látom. Tele van szeplővel. Katalin fölébred, mert ha rosszat álmodik az ember, akkor a Jóisten te szól, hogy fölébredünk. Elmondja a remetének, mit álmodott. A remete mondja, hogy vele találkoztál, akit keresem. A rettenetes bánat üli meg Katalinre. Kérdezi, mit kell tennem, hogy ne forduljon el tőlem, az, akit keresek. Remete azt tanácsolja, hogy még többet kell imádkoznod, és még többet kell böjtölnöd. Teszi azt Katalin. Álmodik megint, újra ott fönt van, ahol mindig nyílnak és soha nem hervadoznak a virágok. Jöjj vele szembe az asszony, karján a kicsi gyerek, és most nem kell, hogy anya mondja, hogy itt ez a gyűrű, jegyezd el ezt a gyönyörűséges lány. Ő szól édesanyjának. Édesanyám, add azt a gyűrűt, eljegyzem őt. Katalin Jézus jegyese. Ilyenkor valahányunknak, mindannyiunknak Jézus jegyesévé kell válni. Tennünk kell arról, hogy ne forduljon el tőlünk. Hogy ne kelljen édesanyjának noszogatni. Tehetünk róla. Katalin a másik oldalon is megtalálható. Ennek a fényes fönti ösvénynek a másik oldalán megtalálható. Ott is van egy Katalin. Siennai Szent Katalin a Bika jegyében. Siennai Szent Katalint a délvas megyéjek, illetve a észak-zalaiak Széna Katának nevezik. Ennek két oka van. Egyik oka az, hogy ilyenkor a fű már megmutatja, hogy mennyi szénát lehet majd betakarítani. A másik oka pedig az, hogy ott azon a vidéken kettős magánhangzókkal beszélnek. Úgy mondják, hogy pientek, ilyet föl. Rózsi. Rózsi. Vöröstika hiéba. Igen, így beszél. A széna, a siena. Ő pedig Siennai Szent Katalin. Széna Kata. Siennai Szent Katalin kéri az érettünk kereszthalált halt Istennek a sebeit. És megkapja. Földesje. A Bika. A testünkbe kérjük ilyenkor.
Jézus segítségét, mert a testünk ég, él hatalmas. Hogy fékezz a tüzes jegybe, itt a nyilasban, a lelkünk kéri Jézus segítség. Ezzel a másik Katalinnal. Aztán András. Ott van a Magyar Szent Koronán, Fülöppel párban. Mind a ketten Szkítiába térítettek. András és Fülöp. András csak a mi emlékezetünkben, lovasszent. Lovasszent András. Honnan lehet tudni? Onnan, hogy ennek a útnak a másik felén, Pünkös környékén, a pünkösdi köszöntő énekükbe kérjük András lovát, hogy el ne tapossa a pünkösdi rózsát. Márton, Erzsébet, Kotonine. Olyanná változtathatja az andrási lovat, hogy veszélybe kerül a rózsa. András házasságszerző szent. Andrásolásnak is nevezik azt, amit régen a lányok tettek, mert férfi nem varázsolt párt magának, csak a leány. Itt ne nyőzöm, elég hangsúlyal mondani, hogy nem akkor varázsolt a leány párt magának, amikor a teste égett ott szembe, ennek a fényes ösvénynek a másik felén, hanem akkor, amikor a lelke didergett, amikor a lelke fázott, amikor érezte, hogy kell az a másik, a férfi, aki biztonságot. Régen nem a test ment hozzá a testhez, hanem a lélek a lélekhez. Nem föltételezés, tény. Ó, házasság oka a mani testi. A házasság oka csak a test gerjedelme, annak a házasságnak hamar vége tud szakadni. Hamar. De a házasság küszöbe. Az, hogy a leány érzi, hogy ne kell a másik. Kell az, aki biztonságot ad neki. Minden körülmények között. Kell egy olyan ember, amilyen volt az én Pankasz, és sokat emlegetett öregapám, hogy amikor 45. januárjában Pankasz szőnyegbombázást kapott az angol szászoktól, de nem azért, mint ahogy lett volna valami hadi fontosságú gyár, azért, mert az angol szászokat, a repülőket megzavarták a német és a magyar vadász repülő, igyekeztek megszabadulni a bombatejjel. Éppen ebédhez készülött. Hallottuk, hogy robbannak a bombák. Először a tusószeren, aztán egyre közelebb jött a robbanás. Bent voltunk mind az asztal alatt. Amikor az udvarba robbant a bomba, benyomta az ablakot, benyomta az ajtófélfát, recsegett, ropogott fönt a mennyezet. Akkor riadtan tekintettünk ki az asztal alól, hogy Úristen, mi lesz velünk? És ott láthattuk öregapánknak a csizmáját, amiben bent állt az öreg. Ha fejére szakad a mennyezet, ő akkor is áll, pedig helye lett volna az asztal. Amikor még a férfi férfi volt. Nem tutyi. Férfi. Az a paraszt ember, aki akkor még nem is volt olyan túl öreg, 50 év fölött valamivel, néhány perc alatt megőszült.
de állt. Két varázslást mesélek el. A Kárpát-hazában sokféle módja adódott, hogy Andrást, vagy Katalin, vagy Borbálát, vagy Lucát kérjük segítségül, ha lánynak születtünk. Egyik varázslás az Mezőpaniton, Erdélyben a mezőségen történt, ezelőtt néhány emberöltőben még. A lány valamelyik pár varázsló szentnek a névünnepe előestéjén, 10 óra után kiment mezit láb az udvarra, egy szál ingbe. Nem fázott meg? Nem. Maga előtette a kötényt. Régen a kicsi lány, vagy az öregasszony, s közte minden koronő, kötény nélkül nem mutatta meg magát az utcán, de még az udvaron. Tényleg hova lettek a kötények? Hova? Hova ezen védelem? Nyitva a mészárszék. És a csillagos óta menj a fönt, ha fény lett ez az ösvény, akkor ennek a kislánynak a kötényébe 100 csillagot kellett szedni. 10-től 1-ig szedte csillagokat. És közben gondolt valakire. Júlcsa éppen Imrére gondolt. Akit már régen kiszemelt magának, miután nagylányjá avatták, régen szerette volna, hogy az Isten úgy intézze, hogy ő legyen a párja. De Imre alig nézett rá. Emiatt sokat bánkultott. Most eljött a varázsos éjszaka. Szedi a csillagokat. 10-től számol vissza 1-ig. 2-szer ugyanazt a csillagot nem szedhette, mert akkor a varázslásnak vége. És mindig Imrére gondol. Mikor megtelett a kötény a csillagokkal, akkor bement a hálóhelyére, a csillagokat a párnája alá öntötte, aztán éjszaka Jóisten tett arra, hogy másnap reggel, amikor mind a ketten mentek hajnali misére, akkor Imrének a szeme úgy rajta maradt Júlcsi. És Júlcsi tudta, hogy megfogta. Szent gerjedelem. Szentséges óhajtás munkát ezekben a Júlcsik. Göcsejbe, Zala megyébe, egészen más természet a varázslás, amikor még volt. Ott keresett egy olyan dagasznó teknőt a lány, amelybe tésztát dagasztottak, kenyértésztát dagasztottak, de már nem használtak. Ezt a teknőt teletette ganajjal. Aztán kivitte a kertbe, a konyha kertbe, ott leöntötte, kiöntötte a ganajt a teknőből. Erre állt rá. A teknő az anya méh megidézője. A ganaj az áldozati. Anyaság áldozat. Áldozat. A gyerek. Az újuló élet. Én anya akarok lenni, áldozatot akarok hozni a gyerekeimért. És én vagyok a konyhakert. Amikor nagylányjá avattak régen, 14 esztendős korban valaki, akkor megkapta a ház előtti virágos kert gondozásának jogát és kötelességét, és a konyhakert gondozásának kötelességét. Sápinő Homoki Júlia
Galgamenti asszonysága, Kerekistenfája, Szép 12 ága című rádióműsorunkba elmesélte nekünk, hogy amikor őt nagylányjá avatták, meg az egyik unokatestvérét, akkor öreg anyu egy kicsi vászon szütyőbe tett paprikamagot, tett paradicsommagot, és tett uborkamagot. Aztán az ő nyálával és vízzel nedvesítette ezt a kicsi szütyőt, és oda tették, mind a ketten, ő is meg az unokatestvére, és ezt a kicsi szütyőt öreg anya kérésére az ágyba maguk alá. Ekkor a halak időszaka volt, az áldozat időszak. Öreg anya szólt nekik, hogy hét napig meg ne nézzétek, mi történik a szütyőbe. Gyuli néni mesélte nekem, hogy az ő unokatestvére nagyon kíváncsi volt, és 3 nap után megnézte, hogy mi történt a szütyőbe. De hát sokáig kellett neki várni. Már véllány volt, mikor a szomszéd faluból egy özvegyembert feleségül vette. Már elmúlott 20 éves, mert aki elmúlott 20 éves a régiségben, az véllánynak nevezték, joggal. Én is kíváncsi természetű voltam. Amikor nyúltam volna oda lepedőt, fölhajtom, és nézem, mi történt a szütyőben, mindig imádkoztam. Szűzanya megsegített engem. Ott gyökeret engedtek ezek a maguk. Az ő anyaság vágyuk keltette ki a csírát. A következő hónapban, ez a kosnak a hónapja, a föltámadás hova, ott kellett már legyen a földbe, egy cserép földbe, és föltámad palántaként. A bika havába pedig, amikor tövébe kell erősödni a növény, ki kellett ültetni a kertbe, a konyha kertbe. És vigyázni kellett az öntözéssel, mert ha túl szereted, akkor jön a 3 kegyetlen ác, Szervász, Pongrász, Bonifác, idő előtt elpusztulnak. Az anyaságot játszották el. Az, hogy ők is majd magfogadó kert lesznek. Magfogadó kert. A földanya része. Ott a saját élete kertje közepén, ganaj tetején, a 4 világtáj felé kiáltott. Alulról is, fölülről is, keletről is, nyugatról is, jöjjenek a kiérők, sőt. Hiszen ebben a teremtésben, csak úgy, mint a mezőpanikában, minden lány anyaság vágya sűrűsödött. Ha a kutyák ugattak addig, abba hagyták az ugatást. Hiszen ószinte óhajtás szakadt föl a lány torkán. A palánk se repett tovább. És talán a csillagok is ott fönt. Egy pillanatig elfelejtettek pislogni. Borbála. Borbála pogány szülők gyereke. A pogány szülők tudomást szereznek arról, hogy Borbála Jézus hitére akar térni, mert hallott valamit Jézusról. Meg akarják óvni ettől a gyalázattól, ezért építenek neki egy óriási nagy tornyot. És az óriási torony tetején, ahol számtalan lépcsőfok vezet föl,
egy szobát adnak Borbálának, hogy ott élje le az életét, ott talán nem találkozik Jézus hitével. Megmenekül ettől a gyalázattól. Két ablak volt ezen a szobán. Borbála kéri az ő szüleit, hogy valamivel több fény legyen ott. Ne két ablak legyen, hanem három ablak. Három ablak van ott. És Borbála a Szent Háromság erejével, Jézus hitű lesz. Révül mindent megtud Jézusról, amit tudni kell. Apja adja föl a leányát, kegyetlen apa. Agyonkínozzák, és megölik. Borbála a Szent Háromsággal találkozik. A Szent Háromság ünnepét Kálmán király szörzi. Kálmán király. A Szent Háromság ünnepe ennek az útnak a másik felén van. A Szentlélek ünnepe után egy héttel. Amikor Kálmán király szörzi ezt az ünnepet, akkor a pápa ki akarja átkozni őt. Azért, mert a pápa úgy gondolja, nagyon rosszul gondolta, hogyha egyetlen napon emlékeznek meg az emberek a Szent Háromságról, akkor a többi napon elfeledkeznek róla. Keresztény hitünk egyik alapja a Szent Háromság. Magyar szörzemény. Borbála ereje. Ettől. Borbálából. Mert hiszen ön is bennünk lakul, nem csak Márton, nem csak Erzsébe, nem csak Katalin, nem csak András, Borbála is bennünk lakul. Borbála erejére a Szent Háromság válik nyilvánvalóvá bennünk. Aztán Mirai Szent Miklós, hatodika van, Mikulás. A sátán legnagyobb találmánya, a Mikulás. Was ist das Mikulás? Hiszen ő Miklós. Minden középkori ábrázolásán fehér köpenyes dalia. Mondom, fehér köpenyes dalia. Akkor mitől ez a vörös kerti tor? Ez a gnóm! A gyereked lelkét meg akarod ölni, mert megölöd. Akkor adjál neki Mikulást. Mírai Szent Miklós helyett. Ez gyilkolódás. Mocskos gyilkolódás. Mikulás név meg onnan, hogy még az osztrák-magyar monarchiában az egyik cseh csokoládégyáros rájött arra, hogy jóval több csokoládét el tud adni, ha mondjuk Miklós formál belőle, a cseh nyelvben pedig Miklós, Mikulás, innen a Mikulás. És a Coca-Cola-nak az egyik kínáló jelvénye, logója, a Mikulás. A városi ember, akinek gyökere szakadt, az mindenne bepalisszatom. Igen jó szándékú városi barátomtól hallottam, hogy a Mikulásnak ez a piros köpenye vagy vörös köpenye az helyén való. Mert hiszen a nyilas jegye tüzes jegy. Igen csak, hogy mi nem indoeurópaiak vagyunk. Én például nem szeretem a generálzóst, utálom. Utálom. Amikor éveken keresztül Lipcsébe kellett mennem, akkor még egy cégnél dolgoztam,
Hiába próbáltam letakarítani a generál Zószt, minden húson rajt volt, nem sikerült. De hál' Isten vittem magammal kolbászt, meg sajtot, tehát valamiben enni kellett. Iszony a generál Zósz, iszony. A generál Zószos szemléletben a tüzes jegy az vörös, és három tüzes jegy van az esztendőkörös változásrendben. Egyik a kos, a másik az oroszlán, a harmadik pedig a nyilas jegye. De hát én magyar vagyok. Nem szeretem a generál Zószt. Én tudom azt, hogy a legférfiasabb hónap a kos. Honnan tudom? Hát egyszer, amikor Moldvába jártam, éppen gyümölcsoltó boldogasszony táján jártunk ott, a moldvai öreg porosztakiné, megszálltunk, azt mondta, hogy ilyenkor a Jóistennek huszárkapitány kedve van. Ez az angyali üdvözlet ideje. A Jóisten teljes férfi erejével árnyékolja meg Szűz Máriát. Huszárkapitány kedve van. Gyönyörű. A férfi életnek, amely tüzes, kell, hogy legyen, három szakasz adódik. Első a fiatal férfi élet. Minden fiatal férfinek huszárnak kell lennie. Ez nem azt jelenti, hogy valamelyik huszárbandériumba be kell iratkoznia, az se baj. Magatartásába kell huszárnak lenni. Vörös ördögnek. Győzhetetlen vörös ördögnek. Ez a tűznek a hatalmas veres lángja. Aztán jön az oroszlánkor, a korona kora. A tűzben ez a parázs, ami arany, arany, arany. Az ember élet közepén egy kicsit túl a férfi embernek a nagy család fejének kell lenni. Királynak. Igen, a nagy család király. Szent László törvényében a nagy család fej királyi jogot kapott. Királyt. Mindegyik. Amikor még élt nemzet a hozzá. A középkori férfi ember királlyá kell, hogy nemesedjék. És ha megöregszik, akkor pap lesz. Pap. A mi papjaink, a tártusaink fehér ruhát viseltek. A fehér a színek összessége, a teremtő színe. Fehér ruha. A fehér a tűznek a legnemesebbje. A legerősebb tűz. A parázs alatt. Ó, az a fehér iszás. General Zósz azt mondja, hogy a tüzes jegy az vörös. Pedig a tűz az vörös, az arany és fehér. Mikulás irtózatos. Irtózatos. Most már Mikulás lehet bérelni. Hol? A plázákban. Ezeken a szeméttelepeken. Mert Európa szemetje van a plázán. Azt, amit itt megvesz az ember, már aki bemegy oda, az Bécsben nem lehet eladni. Európa szemetjét vesszük meg. A plázába bérelni lehet Mikulást. És nem csak férfi Mikulás lehet bérelni, hanem lehet bérelni női Mikulást is. Akinek a szoknyája addig ér, hogy éppen eltakarja a kaput. Gyalászat. Gyalászat. Szóval ilyen műveleten az ember soha nem volt. Soha.
Mirai Szent Miklós dalija. Alamisna osztó dalija. Számos legendája van, amit kéne hallani a gyerekeinknek. Amikor Míra éhezik, a város minden lakója éhezik, akkor ő tesz arról, hogy gabona érkezik oda. Máshova indultak azok a hajók ugyan a gabonával, de imádságával oda téríti a hajókat is, megmenti Mírát az éhenségtől. Mirai Szent Miklós egyik alkalommal már püspök. Hallja az ablakon keresztül a folytott veszekedést, ember és asszony veszekedik egymáson. Három lányuk van. Nagy a szegénység. Adnák a lányukat a sarokra kurvának, hogy éhen ne halljanak, hogy hozna pénzt a házhoz. Mirai Szent Miklós nem egy zsák aranyat dob be, félreértés ne esik. Ez már egy késői legenda. Már akkorból való legenda, amikor a bankok már kezdték megmutogatni oroszlán karmaikat. Eredendi legendájában, mikor hallja ezt a folytott veszekedést, tépelődést, hogy kurvulnának a lány, azért, hogy éhen ne halljanak, egy kendőt dob be, egy Belinder kendőt, ami aranyjal van átszőve. Arany Jézus szín. A király színe. A földi világ királyának a színe. Én még ismerem, érzem még ma is a kendő melegét. Édesanyám kendőjének a melegét. Mert benne volt az ő szeretete. A szeretet hiányzik ilyenkor. A lelkünk válik lotyóvá, ha nem kapja meg a mírai püspök kendője, aranyos kendője, szeretett melegét. Csak a legendát kell hallja a gyerek, s tudja, miről van szó, mert ő tudja még. Ha városba él, akkor is. Mert hiszen az igazra van hitelesítve, nem a hamisra. Mirai Szent Miklós egyik legendájában azt kapjuk, hogy találkozik egy hívével. És az az ember, azt szeretné megtudni, hogy hogy is van az a Szent Háromság. Hogy egy Isten és három személy. Ez nem megy a fejébe. Örül, hogy találkozik a püspökkel, de a püspök biztos föl tudja világosítani. De a püspök nem tudja fölvilágosítani. A Jóisten segít oda hátra. Szól neki, hogy előtted van egy tégla, emeld föl azt a téglát. A püspök felemeli a téglát, az rögtön tűzzé, sárra és vízzé változik. Ami népünk számára, ez a gyertya, a Szent Háromság. A gyertya lángja, a Teremtő Isten örökké kiáradó szeretete, a gyertya teste, amely valamikor mély viasz volt, a mély viasz pedig a mély, a dolgozó mély áldozata, az ő izzadsága, az pedig a közénk született Isten Jézus, az ő áldozata. A gyertyának a bele pedig a lélek. Összeköti a kettőt. Egy dolog a gyertya, egy. Annak idején, amikor Ágoston, a későbbi Szent Ágoston, tengerparton sétál, töprenkedik azon, majdnem széttörte már a fejét, hogy hogy is van az egy Isten és három személy, lát egy gyereket a tengerparton, aki kagylóval egy kicsi gödröt ásott, aztán azzal a kagylóval
meregeti a tengervizét ebbe a kicsi gödörbe. Ágoston megkérdezi tőle, hogy gyerekem, mit csinálsz te? Hát enged, belemerem ebbe a gödörbe. Tehát ez teljesen lehetetlen. A gyerek mondja, semmivel se lehetetlen, onnál, amint te töprengsz. Ő a Szentháromság titkát töprengett. Igen. Ilyen egyszerű. Az egy Istenben három személy. És ennek a titka ott van a másik oldalon. Ennek az ereje ott van. Kálmán szörözte ünnepbe. A Szentháromság ünnepébe. Megint összekötődik ennek a két vége, ennek az egyetlen fényes ösvénynek a két vége. Aztán végezetül szeplőtelen fogantatás ünnepe. A szeplőtelen fogantatás ünnepe az nem azonos az angyali üdvözlet. Sokan összetévesztik. A szeplőtelen fogantatás ünnepe december 8-án van. Ez Mária szűzen foganása Anna méhébe. És erről a ünnepről én szívesen szólnék a jelenlévőknek, hajnali, mert én is szorgalmas méhecske vagyok. Gyűjtögetem azt a végtelen gazdag kincset, amit fölmenőink hagynak ránk, folyamatosan ránk adják. Nagyon sokat kéne beszélnem erről a foganásról, amit csak mi magyarok értünk meg. Ami nincs benne a Bibliában. Mert amióta államvallás lett a kereszténység, Nagy Konstantin óta, azóta az egyházatják a Bibliát úgy szépen nyírbálják. Úgy sok mindent kinyírtak belőle, ezt apokrifnak nevezik, egyebek között Tamás evangéliumát. Abban a Bibliában, új szövetségről van szó, amelyet ma a kezünkbe foghatunk, abban nincs ott az édesanyja Máriának, pedig volt édesanyja Máriának, volt, nincs benne. Annának hívták, és Názáretben él, az ő urával, Joakimmal. Sőt, az apokrifban az is található, hogy Jézusnak nem csak öreg anyja adódott, meg öreg apja, Onnába és Joakimba, hanem déd öreg anyja is, akit Emerenciának hívtak. Nem mondom végig. Tény az, hogy meddőházasságban él 20 évig már, Anna Joakimmal. Nagyon szégyelik magukat. Joakim kibújdusik a pusztába szégyenével. Már több mint egy évig kint van a pusztában, amikor egyszer csak egyszerre jelenik meg mind a kettőjüknek, Isten számára ez valósulhat, Gábor a Szentlélek erejével. Szól Joakimnak a pusztába, Gábor, menj haza, asszonyod magot kapott. Én hoztam a Szentlélek erejével Isten közvetlen magját. Ugyanabban a pillanatban Anna is ugyanezt kapja. Hogy ne busulj, Anna. Isten kegyelméből a Szentlélek erejével magot hoztam a méhedbe. Mária szűzen fogan, szűzen. A szűzi foganás az indoeurópai friss népek számára az elfogadhatatlan. Fogalmuk nincs arról, mi az, hogy szűzen fogadni. Fogalmuk nincs. A nyugati teológusok, lett légyen az éppen katolikus teológus, a mai napig vitatkoznak azon, hogy létezik-e az, hogy Mária szűzen fogant Anna méhébe. Hát a reformátusok nem hiszik el, ők élből nem hiszik el. Élből, gyilkos élből. Elvágják ezt a lehetőséget. Gyilkos éleskéssel. Nem véletlen az, hogy nyugaton nem Szűz Máriának hívják, hanem Szankta Máriának, az a Szent Máriának. Pedig ő szűz.
Mi, aki mindig is egy Isten hittünk, az egyetlen élő Isten, mi tudjuk azt, hogy létezik. A világ kezdete óta boldog asszony. A fény hatalmas okajtója, és létezik boldog asszonynak lánya. Akit kis boldog asszonynak nevezünk, aki nagy boldog asszony, vagyis boldog asszony méhébe szűzen fogant. Jó volt az angyali üdvözlet előtt, illetve jó volt az előtt a történet előtt, amit én elmeséltem most Annával kapcsolatban. Számunkra természetes, hogy szűz. A szeplőtelen fogantatás ünnepét, december 8-i ünnepét magyar szörzé nyugati legendában. Csak úgy, mint a Szent Háromság ünnepét. Mégpedig egy magyar király szörzi. Ez a magyar király pedig nem más, mint Salamon. Salamon. Akit boldogként tisztelünk. Salamon nagyon gyalázatos volt. Mindent megtett annak érdekében, hogy Géza és László, akik jogosan számon tarthattak a trónra, ne kerüljenek trónra. Képes volt germán csapatokat hozni, hogy a két testvér az megölessék. Nem sikerült neki. Amikor Géza kerül a trónra, még mindig hívja a germánokat. Amikor László kerül a trónra, még mindig hívja a germánokat. Veszekedetten szeretne visszakerülni a trónra, amit bitorolt. Nem sikerül neki. László bezáratja. A visegrádi toronyba, itt van közel, nem ebben a toronyba raboskodott, mert azt a toronyt a törökök elpusztították, de azon a helyen áll. És a világ kereszténységének a köldök pontja. Te magyar köldöke vagy a kereszténységnek? Köldöke. A Jézusinak. A köldök cselekvése itt történt 1083-ban. Itt. A Kárpátaszában. A tátos királyokán. Lászlókán. Mit hallanak erről a gyerekeink? Mit? Semmit. A kérdés költői. László 1083-ban elhatározza, hogy szentté avatását ajánlja Istvánnak, Imrének, illetve Gellértnek. Az, hogy Imrének és Gellértnek a szentté avatását ajánlja, az helyén való, gondolja az ember. De hát Lászlónak tudni kellett, hogy az ő öregapját vazult, vászolt. István vakítatta meg. Nem Gizella, István. István nem volt papus. Aztán megszánta is, kimenekíti vazult Lengyelországba. Ezt Lászlónak tudni kell. De László, mivel tátos volt, mást is tudott Istvánról. Annak ellenére, hogy gyarló volt István, annak ellenére ő alapozta azt a keresztény magyar államot, ami László korában az egyetlen keresztény, jézusi keresztény állama volt a világnak, a földi világ. Egyetlen biztonságos jézusi keresztény állam. Amikor föl akarják a fedlapot emelni Istvánnak a sírjáról, az olyan nehéz, hogy nem sikerül, hiszen a szentté avatásnál újra temetés történik. Ott van egy Karitász nevű somlai apáca, aki azt mondja, hogy addig nem is tudjátok fölemelni a fedlapot, amíg a két turul nemzetség beli között, vagyis Salamon és László között nem lesz szent a bék. László küld Salamonért, tessék ezt egy picit elképzelni, picit. Kiki próbálja beleélni magát abban a helyzetben, hogy István, a vászolt, vazú, vakítató István sírja fölött. Salamon és László kivékül egymás. Páratlan és példa. Páratlan és példátlan.
Ha valaki talál egy példát, az majd mondja. Mert páratlan és példát. Salomon elbújdusik. A legenda szerint még egyszer kódusként találkozik vele László, illetve látja őt a sokaságba, valamelyik ünnepe. Salomon Isztriába bújdosik, a pólai erdőségbe veti be magát, és élete hátralévő részét remeteként tölti el. És ott a pólai remeteségbe szörzi a szeplőtelen fogantatás ünnepét. Ezen a részén ennek a fényes fönti ösvénynek emez a hitfő, ott pedig a Szent Háromság. Amaz a hitfő is magyar szerzeni. Magyar. A 12. században a Prahai Kódex tanúsága szerint piros betűs ünnep, december 8-a, és Holdudvara van. Európa a 19. században fogadja el, úgy ahogy. Az egyik regnáló pápa a 18. dehogy 18. 19. század közepén, a Lourdi jelenés előtt valamivel, kanonizálja ezt az ünnepet. Addig csak nálunk ünnep. Jó lehet, amikor nyögte Mátyás búsodát Bécsnek büszke vára, akkor Bécsre rátestálja az ünnep kötelezői, kötelezését Mátyás. Ez az ünnep, a szeplőtelen fogantatás ünnepe határozza meg ennek a zarándokútnak a tartalmát. Annak az zarándokútnak a tartalmát, ahol segít bennünket Márton, ott van a küszöbön, segít Erzsébet, segít Katalin, segít András, segít Borbála, segít Mírei Szent Miklós, ennek a lényegét fogalmazza meg. Karácsony titokzatos éjszakájára szűzzékel nem esetne. És ha szűzzé nem esettél lelkedben, ha kellőképpen bőtölté és imádkozta, ha hiába hizelegtek a sátán kutyái, akkor érzed, hogy karácsony titokzatos éjszakáján csoda történt veled. Hogy a benned megszületett fény személyes. Hogy fölmenőinknek igazuk volt, amikor család főként éjfél után a karácsonyi asztal előtt ezzel kezdték az imarendet, begyütt Jézus a házomba, házam közepébe megáll. Ez karácsony. A többit nyugodtan el lehet felejteni. Ez pedig azért van, egyik székely imádságos ének tartotta meg ezt a két sort, te pedig ember úgy teremtettél, az ő képmására. Te benned vagyon az ő szájából kieresztett lelke. Te benned. Te benned vagyon ő. Egész évben ott van. Ünnepek azért vannak, hogy az egész évben, egész életedben, lelked kerekkápolnájába, fényóajtó kerekkápolnájába jelenlévő Jézust hatalmasan érezt, ezért az ünnep. Az egyik székely ember, és most Némródhoz térek megint vissza a befejező mondatommal, amikor karácsony felől érdeklődtünk Székely Szent Királyon, akkor azt mondta, hogy karácsonykor, amikor születésre harangoznak, a fehér ló megszüli arancsitkaját. Az arancsitkó pedig nem más, mint ami Jézus Urunknak a kedve. Csodálatos. A te jóságod arancsitkó kedve. Jézus.
amely nyilvánvalóvá válik karácsonyon benne. Na, hogy ide érjünk, ahhoz én mindenkinek jó zarándokutat kívánok. Megéri. Fölborogatni nem kell semmi, ahogy eddig készültünk karácsonyra, de érdemes egy kicsi lépést tenni. Arra felé, ahol otthon érezheti magát az ember. Érdemes. És kell, hogy ezt a kicsi lépést megtegyük. Kell, hogy visszafoglaljuk ezt a drága hazát. Mert vissza kell foglalnunk. Azt a hazát, ahol most rabszolgák vagyunk. Mert Isten szabadnak teremtett benne. És higgyék el nekem az öregnek, hogy jó szabadnak lenni. Én több mint 20 éve tapasztalom ezt, mert előtte én is mindenféle szolgaságba szenvedtem. De több mint 20 éve nekem a munkaadóm a Teremtő Isten, munkahelyem pedig a Kárpátalja. És jó szabad. Csak neki vagyok köteles beszámolni. Arról, hogy mit tette. Csak előtte kell elszégyenni magamat, ha szeretetlen voltam. Isten adja kegyelmeteknek, hogy Szent Erzsébet előestéjén otthon valaki kezdje el, és mondja, amit ilyenkor mondani. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen.